Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Hófehér takaróba öltözött az Alcsúti Arborétum, ám ezúttal nem a hótakaró teszi szemet gyönyörködtetővé a területet, hanem megérkeztek a tavasz első hírnökei. Fehérlik a táj az Alcsúti Arborétumban, de most nem a hó miatt. Ma már megcsodálhatjuk a tavasz első hírnökeit. Ez már jól jelzi, hamarosan üdvözölhetjük az igazi tavaszt. Beköszöntött a jó idő, és aki még teheti, mindenképpen látogasson el a napokban, vagy ezekben a hetekben ide az Alcsúti Arborétumba, ugyanis 2,5 hektárnyi összefüggő hóvirágmezőt tapasztalhat az, aki ide ellátogat, és ez mindenképpen szemedgyönyörködtető a kirándulók számára. A helyszínen a hóvirág több alfaját is megtekinthetik az erdők szerelmesei. Maga az Alcsúti Arborétum az közel 40 hektáros terület, tehát jó nagy, egész nap lehet sétálni benne. De azon belül az a hóvirágmező, ami most az aktualitását adja ennek az arborétumnak, ahol 2 hektár összefüggő hóvirágmező van, de egyébként az arborétumba sétálva mindenfelé lehet találkozni hóvirággal, és mostanában nagyon sokan felteszik a kérdést, ha ilyen tömeges a hóvirág, akkor miért élvez természetvédelmi oltalmat, tehát miért védett maga a hóvirág? Hát azt kell tudni, hogy Magyarországon a kikeleti hóvirág van, Galanthus nivalis. Itt viszont egy hóvirág gyűjtemény van, ugye József Nádor, aki 200 évvel ezelőtt alapította ezt az arborétumot, a világ minden tájáról hozott ide növényeket, és ez a hóvirág gyűjtemény is így alakult ki, tehát a Krím-félszigetről, a mediterrán világról, Szíria partjairól, Törökországból, Görögországból, tehát egy hóvirág gyűjtemény van, tehát itt vannak itt olyan fajok, amik a magyarországi természetes élőhelyeken nincsenek. És a védettséget az indokolta, hát ugye, hogyha visszaemlékezünk 40 évvel ezelőtt, akkor a székesfehérvári piacon is 10 emelet magasan álltak a hóvirágos ládák, hiszen nőnapkor mindenki hóvirág csokorra köszöntötte a hölgyeket. Na, sajnos ipari méreteket öltött a hóvirággyűjtés. A természetes élőhelyeken szinte felgerebjézték az erdőt, kiszedegették a hagymát, egy külön iparág alakult erre, exportálták a hagymákat Hollandiába, ahol aztán csomagolták, és az egész Európai Unióba osztogatták. Tehát egy olyan nyomást kapott ez a természetes hóvirágállomány, hogy szükséges volt védelem alá helyezni. Ma úgy van, hogy 10 000 forint a természetvédelmi értéke egy szál hóvirágnak. És ez arra is jó példa, hogyha egyszer valami tömeges, az nem biztos, hogy úgy is marad. Tehát célszerű lenne akkor vigyázni rá, amikor még sok van. Például ilyen a veréb. Sokan nem tudják, hogy ma már a veréb is védett madár. Az is pont így járt. Mennyi faj tekinthető meg itt a hóvirágok tekintetében, hogyha ellátogatunk? Hát aki laikusként jön, az gyönyörködhet a magába a hóvirágok tömegébe, de aki esetleg közelebbről megvizsgálja a hóvirágokat, észrevesz nyuansznyi különbségeket. Az egyik magas, az egyiknek a levele bordás, a másiknak nem. Az egyiknek nagy a virága, hosszú a szirma. Tehát, hogyha ilyen aprólékosan vizsgáljuk, a botanikusok most már vagy 24 hóvirág fajt tudnak itt elkülöníteni, ezek változatok is. Igazából 4 nagy faj van, és aztán ezeknek a mindenféle változatai, kereszteződései, mert ahol ilyen tömegbe, ilyen egyedsűrűségbe vannak ezek a fajok, elkerülhetetlen az, hogy kereszteződjenek, hogy különböző génváltozatok alakuljanak ki, vagy rendellenességek, amik aztán állandósulnak, úgyhogy itt találkozhatunk sárga hóvirággal, most nyilván nem a szirma sárga, de akinek jó a szeme, észreveszi, hogy a szára, vagy a csészé, ami a többi hóvirágnál zöld, az itt sárga, vagy ugye alapvetően 3 sziromlevele van, ugye egy cikk növényről beszélünk, de lehet itt találni teltvirágú hóvirágot, vagy aki a belső csészeleveleket nézegeti, azon is vannak ilyen zöld minták, hát ott is van, amiknek a vége zöld, van, amiknek a töve van, ami ilyen X zöld alakú minta van, tehát nagyon sok változat van. Ennek a korai tavaszias időnek köszönhetjük, hogy már itt vannak a tavasz első hírnökei, vagy például az évekre visszamenőleg hogyan kellett ezt elképzelnünk, hogy régebben azért később szoktak előbújni, most mi a helyzet ez?
Hát, mivel ez egy hóvirággyűjtemény, azt már említettem, és ezeknek az eredeti hazájuk az sokkal délebbre van. Tehát a mediterrán éghajlatban, Szíria, Törökország, Görögország, Krím-félsziget, és ott kicsit másabb az éghajlat. Tehát ott a Mediterrániumban már decemberben is meleg van. Hát sajnos most már nálunk is ez a helyzet, hogy itt vagyunk az imankós februárban, és ha nem fújna a szél és kisütne a nap, akkor pólós kardigános idő fogadna bennünket. Tartósan 10-15 fok van, úgyhogy ezek a hóvirágok sokszor már decemberben elkezdenek bújni és nyílni. Azt kell mondjuk most, február közepét írunk, hogy most már tömeges. Tehát volt múlt héten is egy jó idő, egész hétre jó időt mond, tehát a jó idő alatt ezt a 10-15 fok meleget értem, úgyhogy a hóvirág az teljesen berobbant, mindenkit szeretettel várunk. Megvan az a veszélye, hogy március 15-re akár el is virágzik. Tehát nőnapkor még biztos, hogy teljes pompájában lesz, de lehet, hogy már március 15-e felé már levirágzik a zöme. A következő napokban, hetekben teljesen kifehéredik az arborétum egy része, azonban fontos, hogy csak a szemünket gyönyörködtesse, a nappalinkat semmiképpen ne. Ugyanis nem szabad leszakítani azokat, hiszen a hóvirág védett növény, a természetvédelmi értéke 10 000 forint. Az alcsúti arborétum februárban még délelőtt 10 órától délután 4 óráig várja a látogatókat, azt követően hosszabb nyitvatartással működik majd. Célbarúgást, trambulint, evezőspadot és még sok más mozgásformát próbálhattak ki a Tóvárosi Általános Iskola diákjai. Fehérvárra érkezett a Magadért sportolj sorozat, a Magyar Szabadidősport Szövetség turnéja. Az eseményt a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke, Czene Attila olimpiai bajnok úszó nyitotta meg. Mivel február 22-e a Magyar Parasport napja, ezért Lengyel Zsófia, a székesfehérvári érzékenyítő program esélyegyenlőségi koordinátora is részt vett az eseményen, és a látássérültek világába vezette be a diákokat. Czene Attilával hosszabban beszélgettünk a program részleteiről és jelentőségéről. Van paravívás, ugye? Itt láthatjuk, a Európa és világbajnokunkkal lehet paravívni, nem csak a parasport napja miatt. Ő Évi mindig velünk van, minden rendezvényen, nagyobb rendezvényen eljön, elkísér, úgyhogy engem is szokott edzeni. Tehát sok esélyem nincs egyébként nyilván, nem csak vívásban, hanem paravívásban, azokon a speciális kerekes székeken, amin ezt a paravívás zajlik, illetve olyan ergométeres és olyan versenybiciklis duóban, párban olyan versenyt lehet kialakítani, ami a szabadidősportból versenysportot csinál egy pár perc erejéig, hiszen a monitoron tudják figyelni a kicsik, nagyok, akik párban versenyeznek egymás mellett, ugyanúgy virtuálisan, mintha csak egy videójátékkal játszanának. Ezt a Magadért sportolj programsorozatot felnőtteknek is elviszik? Abszolút, magyar felnőtt lakosság az elsődleges célpont. Nyilván nem tudjuk kihagyni, hogy általában a gyerekek azok, akik kézenfogva elviszik a szülőket egy ilyen attraktív eseményre, eseménysorozatra. Ugyanakkor nyilván a családi hívószó az nálunk is nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen itt azért mondjuk a Parasport napja alkalmából főleg fiatalok, diákok a célpont közönség, de hogyha lemegyünk vidéki eseményekre, akkor azért szeretjük a családokat elhívni, és szeretjük a gyerekeket úgy megszólítani, hogy hozzá a szülődet is, mert mi azért a felnőtt lakosságot szeretnénk elsősorban megmozgatni. Ott érezzük, hogy hiánya van a rendszeres fizikai aktivitásnak Magyarországon. Ezt honnan lehet érezni? Én is érzem, de milyen számok támasztják ezt alá? Egész egyszerűen józan paraszti észre nyilván a munkai sportot jóval nehezebb megoldani, bár egy iskolában vagyunk, ahol beszéltünk arról igazgatónővel, hogy nyilván itt a munkai sport egy viszonylag egyszerűen megoldható, hiszen a pedagógusok vagy akár a szülők, akik jönnek a gyerekekért, és lesz ilyen programunk, Gerinc tornán van, meg fogjuk őket mozgatni több száz iskolában, ez a programunk majd most indul márciusban, de a mostani programunkban nyilván az is látszik, hogy a szülő ugyan elhozza a gyereket egy családi sportnapra, de előszeretettel a háttérben ácsorog, ücsörög, de ez versenysportnál is ugyanúgy egyébként megtekinthető, látható, hogy mondjuk egy úszóedzésre lekíséri a felnőtt a gyermeket. Hát ő előszeretettel az erőcsarnokban inkább újságot olvas ülve, teszi mindezt meg, és ezt látjuk nap mint nap. És mi, a mi programjaink arról szólnak, hogy amíg
versenysportoló, vagy rendszeresen fizikai aktív szabadidős sportoló egy fiatal, addig mi a szülőt is tudjuk megszólítani. Tulajdonképpen ezeknek a programoknak leginkább ez a lényege, hogy együtt tudjunk valamit csinálni. Czene Attila korábbi versenysportolóként lett a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke. A kettő között azonban nem olyan áthidalhatatlan az ellentét, mint gondolnánk. Versenysport az egy ideig óráig tart. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy egy versenysportoló általában fiatalnak a pályafutása úgy kezdődik általában óvodáskorban, hogy szabadidősportoló státuszú. Na most vagy csinálja rendszeresen a fizikai aktivitást, hogyha olyan millióban, olyan háttérrel, nem csak családi, hanem szakmai háttérrel gondolok itt arra, hogy az óvodai programokba beépítik azt, hogy rendszeres úszásoktatás és a többi rendelkeznek, és nyilván, amikor az iskolából kijönnek a gyerekek, nem csak 18, hanem 25 évesen, na az a legnehezebb időszakot megfogni őket, a 25 plusz, mondjuk 35 éves korig, amíg azt nem érzi az illető, a felnőtt és általában dolgozó állampolgárunk, hogy hát bizony eljött az az idő, amikor egy picit túlsúlyos vagyok, felszedtem, nem vagyok már olyan egészséges, mint 20 évesen, 10 évesen, és elkezdi keresni azt, hogy melyik az a mozgásforma, amit ő heti rendszerességgel tud gyakorolni, és hát vagy kap ehhez segítséget, vagy nem. A mi eseményeink azért vannak, hogy minél egyszerűbb legyen ezt a segítséget megkapni, mert a nagyon nagy különbség, amit szoktam mondani versenysportoló és szabadidős sportoló között, az az, hogy a versenysportolónál akárhány éves legyen, mindig mögötte van az intézményrendszer. Egy szabadidős sportoló nagyon egyedül tud maradni magában, saját magával, és saját magunkat motiválni, még nekem is nagyon nehéz, be kell, hogy valljam szabadidős sportolóként, azt hiszem ez látszik a súlytöbleten rajtam is, és tényleg nagyon nehéz motiválni magunkat, sokkal jobb együtt, csapatban, és a sport nyilván összehoz, ez a szlogen nem véletlen, csapatban, társakkal, sportoló társakkal együtt megtalálni a megfelelő mozgásformát, és egy olyan tréner, egy olyan mozgásterapeuta, egy olyan rekreációs szakember segítségével, aki nem hagy békén, és mindig motiválni fog, és mindig nyüstet minket azért, hogy minden héten rendszeresen lejárjunk azokra a bizonyos, nevezzük edzésnek, nevezzük fizikai aktivitásnak, csak az a lényeg, hogy mozogjunk. A résztvevő gyerekeknek lehetőségük volt kipróbálni az evezős ergométert, dárcot, tollaslabdát, ülővívást, íjászatot, célbarúgást, trambulint és az esés iskoláját, azaz megtanulhattak ügyesen, biztonságosan, balesetmentesen esni. A velencei karnevál második napja felvonulással indult. Óriás bábok, zászlóforgatók, muzsikusok és a számtalan érdeklődő tette felejthetetlenné a tél búcsúztatását. Nem sokára, avagy mindjárt lavosan elindul a velencei karneváli menet, amit az olasz Velencébe személyesen a nagy Dózse György vezetett volna. A velencei karnevál kemény magja a Zöldliget általános iskolától indult, és a Korzóhoz érkezett, ahol több százan csatlakoztak, hogy együtt nézzék és együtt élvezzék a programokat. Velence polgármestere is a felvonulók között volt. Ez a karnevál elsősorban a velenceieknek szól, és de mindenkit szeretettel várunk, mert szeretnénk azt is, hogy az egész nyár, az egész évszak, a nyári évszak a turizmusról szól, egy kis pihenés, egy kis szórakozás az itteni helyieknek is legyen. Jó hangulatú volt a vonulás? Nagyon jó volt, hát nem tudom, hogy sikerült egy-két felvételt csinálni, de majd meglátják a nézők is, hogy a fergeteges hangulattal, sipal, dobbal, nádi hegedűvel ment a dolog. Óriás bábok is vonultak a helyi lakókkal, köztük volt a férfi és a nő bábja, akik később egy népmesét adtak elő, valamint a fenevadak, akiket a bábtársulat egyik tagja mutatott be. Van még egy óriási farkasunk, illetve aki most jelenleg sárkányként tiszteleg, sárkányként működik. Van egy medvénk, és van egy disznunk jelenleg. Ő Kucu a malac, meg Misi a másnapos medve, és egyébként
ők meg a fenevadak előadásunkban szoktak elsődlegesen szerepelni, őket ma lehet majd látni előadás közben is, és mindenkinek van egy saját kis személyiség, egy kis karaktere, amit persze a színész tölt meg élettel, ő az, aki hozzáteszi önmagát, és azzal, amit ő beletesz, mint színész, attól lesz az egész kerek, egész, attól lesz meg a gestáltja a dolognak. Mindegyiknek ugye például itt a malac, ez egy kicsit egy pofátlanabb karakter, aki oda megy, meglökdösi kicsit az embereket, és szerintem jellemző az egész Óriás-Babos utca színházra az is, hogy ezek a karakterek, bár ők nem egy realisztikus karakterek, nem annyira ijesztőek, de mégis ha elsőre hirtelen meglátja az ember, akkor talán kicsit meg is ijedhet tőlük, viszont mégis ahogy haladnak előre a történet vagy a vonulás, elég hamar rájönnek arra, ezek nagyon szerethető, kedves, aranyos karakterek, kicsit tényleg pofátlanok mondjuk, hogy van egy lángosos valahol és ott megyünk el mellette, akkor mondjuk a medvével én beszoktam menni és akkor megpróbálok ott idézőjelben lángos szerezni, kicsit zaklatom az ottaniakat, akik legtöbbször ugye ezen nevetni szoktak és jól érzik magukat. Nagyon sokszor kínálnak mondjuk pálinkával minket és egyebek, ami szintén úgy vicces tud lenni, ahogy megissza a medve ugye a kis pálinkáját. A Kisze bábot egy helyi lakos cipelte a vonulás során, aki nem mellesleg néprajz tudós, és megosztott velünk pár érdekességet a Kisze bábról. Csaba, te minek öltöztél? Én Tandori Dezsőnek igyekeztem egy olyan személynek beöltözni, aki mindenkinek a csodálatát kiváltotta, és akire érdemes is megemlékezni. Te hoztad, te cipelted a Kisze bábot, nehéz volt? Hát olyan körülbelül 30-40 kiló volt, de sokszor 70-nek éreztem, amikor itt jöttünk a parton. Miért pont te cipelted? Én voltam az egyetlen, aki nem spriccelt szét arra a kérésre, hogy hol van itt egy karizmatikus ember, aki felkapja a Kisze bábot. Mit kell tudni a Kisze bábról? Miért ez a neve, és mit jelképez? A Kisze báb ugye az egy olyan báb, amit a kiszehajtás során használtak, elsősorban a Palócvidéken, meg a Felvidéken. Maga a szó a Kisze, ugye a szláv kiszli, savanyú szóból, ami a böjti, savanyú eledelekre utal, eredeztethető, és ugye a Kisze bábúnak az a lényege, hogy az összes rosszat, károst, és temetni valót, égetni valót, azt ugye kihajítják, és ezzel, amikor beköszönt a tavaszi időszak, akkor végre új élet sarjadhat, és kellőképpen tisztán tudunk nekivágni egy olyan évnek, ami talán jobb lesz, és kellemesebb, mint az előző. A velencei karnevál idén először volt kétnapos. A pénteki első nap elsősorban a gyerekekről szólt, akik táncoltak, énekeltek és kézműves foglalkozásokon vettek részt, mintegy megalapozták a szombati főnapot, amikor már Fehérvárról és Budapestről is érkeztek látogatók. A tél végével elérkezett az az egészen április elejéig tartó időszak, amikor a szarvasok levetik a gancsaikat. Ennek kapcsán a vadászok arra figyelmeztetnek, hogy illegális az engedély nélküli agancsgyűjtés. Egy pillanatra megáll, aztán elszalad. Ez a szarvas egészen biztosan híradónk stábjától ijedt meg. Ugyan a szeles időben sokan közülük búvóhelyre menekültek, azért akadt olyan pillanat is, amikor sikerült lencse végre kapni őket. De nem csak szarvasokkal, vadásszal is találkoztunk az erdős területeken, sőt a rend őrei is vigyázták a terepet. A szakember mindent átvizsgált, agancsot keresett, az egyenruhás pedig járőrözött. Februártól ugyanis levetik agancsaikat a szarvasok, és az utóbbi években egyre több problémát okoz a vadgazdálkodóknak az illegális gyűjtés. Ez nem csak a lopás miatt lehet bűncselekmény, ilyenkor az illetéktelenek gyakran végighajtják a szarvasokat az erdőn, hogy az ágak leverjék a fejdíszüket. Most a vadgazdálkodók, illetve a vadászok tudják nagyon jó, hogy február a szarvasagancs hullajtásnak a időszaka. A szarvasfélék talán nem sokan tudják, csak a szakértők, illetve ebben jártasak vadászok, természetjárók. Minden évben el szokták hullajtani az agancsukat, hogy aztán a következő évre még szebbet, még nagyobbat növesszenek helyette. Na most ez a hullajtott agancs, ez egy nagyon közkedvelt valami, amit minden természetjáró ember szeretne legalább egyszer az életbe megtalálni, illetve begyűjteni. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen ez a, ha bárki megy ki agancsot gyűjteni,
az nem szabályos. A hullott tagancs az a vadgazdálkodó, illetve a vadászatra jogosultnak a tulajdona, és csak az ő engedélyével lehet ezt a hullott tagancsot összegyűjteni. Ez a hullott tagancs egyébként csak félig meddig értékes dolog. Igazi értéket mindig a vadászatra jogosultnak, a vadgazdálkodónak képvisel, mert ebből a hullatott agancsokból tudunk következtetni az állományunknak az egészségi állapotára, a kondíciójára, hogy mekkora, hogy merre él, merre tölti a napjait, és ez számunkra, vadgazdálkodóknak nagyon sok információt ad. Na most, hogyha jogosulatlan személyek illetéktelenek gyűjtik össze ezeket az agancsokat, akkor sajnos nekünk rengeteg információtól elesünk, túl azon még egyéb károkat is okoznak. Mit értek ez alatt a károk alatt? Először is sajnos azt veszük észre, hogy az utóbbi időben szervezetten több ember állandóan hajtja az állatokat. Ezzel azt érik el, hogy az állatnak nincs nyugta, folyamatosan lábon van, hajtva van, nem tud normálisan táplálkozni, nem tud normálisan emészteni. Ebből következésképpen a kondíció leromlik, könnyebben megbetegszik, fogékonyabbá válik a betegségekre, illetve ahol van, ha beszabadul egy fiatalosba, ugye állandó stressz állapotban van, a fiatalos erdőket, amiket mi nagy gonddal éveken keresztül nevelgetünk, azt egy pillanat alatt, néhány óra alatt tönkre teszi, mert ugye nem tud normálisan, kényelmesen táplálkozni, ezért rövid idő alatt próbálja meg bepótolni ezt a táplálékveszteséget, és ilyenkor a legértékesebb a legtöbb tápanyagot tartalmazó részekből hihetetlen tarolást tud csinálni. Ami elér esetleg kisebb fiatalosokat, az teljesen tönkre teszi, de a erősebb fiatalosokban olyan mértékű kéreghántás is okoz, hogy ezt a stresszt, ezt a feszültséget levezesse, hogy az számunkra erdőgazdálkodóknak is borzasztó nagy károkat tud okozni. Aztán a másik probléma, hogy sajnos nem csak a szarvasokat abajgatják, hanem az erdőben élő összes többi állatot is. Értem ez alatt a buflonokat, a vaddisznókat. A vaddisznók ilyenkor már rendszerint nagyon sok malacot vezetnek, illetve még nagyon picik a malacok, és a vacokban ott hagyják őket. Na most, hogyha egy ilyen agancsozó csapat elmegy azon a környéken, lehet, hogy ők észre sem veszik, hogy ott a környéken egy malacos koca fekszik, de a malacos koca ugye észleli őket, és elmenekül. A pici malacok még nem tudják követni, és sokszor órákig, fél napig is ott maradnak. Most egy olyan időjárásban, mint ami most is van, ez a darás, jégesős időszak, ha emellett még mínuszfokok is vannak, akkor ez a néhány óra távol az anyjától a malacoknak elég arra, hogy úgy megfázzanak, hogy akár sajnos bele is pusztulhatnak. Aztán milyen károkat tudnak ezzel még okozni? Ugye az interneten, különböző közösségi csatornákon számtalan felvételt látunk, hogy szarvasfélék bődületesen nagy tömegben fölszaladnak a köves útra, és hát bizony ezzel nagyon komoly veszélyhelyzetet okozhatnak, adott esetben még tragédiát is, hogyha egy sebesen érkező személykocsi elé fölszalad egy ilyen rudli. Ők maguktól sosem mennének föl, ezek minden esetben igazolhatóan valamilyen ebbe emberi zaklatás miatt. Tehát agancsozók, illegális agancsgyűjtők zavarnak egy erdőrészt, és onnan gyakorlatilag kizavarják az állatokat a közútra. Amerre elvonulnak esetleg mezőgazdasági területeken, nyilván gondolhatjuk, hogy ahol egy állat elmegy, ott tulajdonképpen még nagy kár nem történik. De ahol százszámra elvonulnak ezek az állatok, gímszarvasok, ott gyakorlatilag egy normális növény nem fog maradni, mindent beletaposnak, illetve tönkretesznek a földben. Úgyhogy ilyen problémákat tudnak okozni nekünk ezek az illegális agancsgyűjtők. Hozzáteszem, hogy az agancsgyűjtés engedély nélkül illegális tevékenység, lopásnak minősül, és gyakorlatilag értékhatártól függően minimum szabálysértés,
de ha eléri a megfelelő értékhatárt, akkor bizony bűncselekményként is értékelhető. Sőt, tovább megyek, hogyha emiatt az űzés zaklatás miatt esetleg az állatok komolyabban sérülnek, akkor már szabadságvesztés terhével is kell számolniuk az illegális sagancsgyűjtőknek, illetve akik okozták ezt a problémát a vadnak. A vadászok tehát azt kérik, semmiképpen ne gyűjtsék az agancsokat az arra illetéktelenek. Ellenük a hatóság vadvédelmi bírságot is kiszabhat. Vagyis aki az állatot zaklatja, az legalább 10 000, legfeljebb 200 000 forintra büntethető. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!